Most én előadásszerűt tartok, motivációs előadást, de ez csak egy bemutató, mert minden második szerdán van ilyen előadásom. Most lesz ilyen, és pár gombot fagyír lehet jönni. És az előadás mivel különbözik egy másik előadástól, hogy itt kezelést is adok az embereknek. Ugye már többször beszéltem arról, hogy Sejély János, az egy rendkívül orvos professzor volt, még kísérletekkel meg tudta állapítani azt, hogy mit csinál az ember testébe a stressz. Ezt patkányokon csinálta meg, és előidézett az agyába a patkányoknak olyan helyzetet, hogy, mint a stressz kapna, és akkor egy múlva megvizsgálták, és akkor rájöttek, hogy a állatoknak millió baja lett, legfőképpen a immunrendszer, érrendszer, szív, belseváltás, a mirigyek, emésztőrendszer, minden elkezdett romlani, de viszont ha megállították ezt a folyamatot, az, hogy kapja a stresszt, akkor szép lassan visszafelé ment a dolog, elkezdett gyógyulni az illető. Hát én ezt a dolgot használom ki, nagyon értek a stressz eltüntetéséhez, és ott csinálom ugye ezt a dolgot, a stressz eltüntetést a testből, Persze, amit ott csinálok, az nem ugyanaz, mint amikor valakinek a rendelőbe adok, sokkal hosszabb ideig tart és sokkal egészen más dolog, de az is nagyon tud segíteni, higgyék el nekem, és folyadékot csinálok, aki hoz magába másfél liter folyadékot, vizet, aznak megváltozhatom azt a folyadékot, hogy gyógyító folyadékát teszem, és nem is akármilyen szinten. Amiben csak úgy kell élni, nagyon piciket kell csak kiszolgatni. Valaki hoz olyan másfél liter eset, az két hétig elég neki. Körülbelül. Csak ez is benne van ebbe a, a dologba, az előadásokba, a motivációs előadásokba. Mert szeretnék, ugye, mivel spiritista vagyok, kicsit többet adni az embereknek, nem csak az, hogy beszélek a dolgokról, az is nagyon segít, nagyon jó, de hát nem tudjuk a testből kivenni a stresszt, ugye, mert a motivációs előadás azért nem teljesen olyan értékű, hogy ki lehessen venni a dolgokat, akkor nem tudunk olyan eredményes előadást tartani, ha én megoldom azt a dolgot, hogy kiveszem a testből a stresszt. Na hát akkor beszélek most ugye a, a dologról, ugye mondtam, hogy minden második szerdán van ilyen előadás, és ez most következik, ez a szerda, és amiről beszélek most, az benne lesz abba is, de sokkal több minden lesz, mint amiről én most beszélek. Ugye Lindy, múltkor már keveset beszéltem arról, hogy mi a különbség a tudat és a tudat között. Hát ugye van a tudatos agyműködésünk és van a tudat agyműködésünk. A tudatos agyműködésünk az egész hagyműködésének a 10%-át teszi ki, míg a tudat az kb. a 90%-át. Mi, mit csinál a tudatos agyműködés? Tárgyilagos, objektív, racionális, megkülönböztet, és egyszerre csak egy dologgal tud foglalkozni. A tudatos agymű, ugye miért, miért, használjuk a tudat alattét, ugye? Mert csak a tudatos agyműködés volna, akkor minden sokkal hosszabb ideig tartana, sokkal hosszabb ideig, nem ám 10 20 annyi ideig tartana, ugye meg kisebb a teljesítménye és más jellegű a tudatos agyműködés. És a tudatos agyműködés az, hogy amúgy is információt ad a tudat de tudatossal kezdjük a dolgokat, és az nem tud csak egyszerűen egy dologgal foglalkozni, a tudatos agyműködés. Hát elmondok egy esetet ugye, hogy megértsük a dolgokat, hogy hogy működik ez a tudatos, meg a tudattalatti a testünkben. Ugye bejön egy, kezdjük ugye a tudatossal, ami átmegy tudatalattiba, kezdjük, hogy jön a beérkezési információ, utána jön az összehasonlítás, Elemzés és a döntés. A beékező, tegyük fel, van, elépünk le, 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 a járdáról. Hallunk a fülünkkel, hogy jön egy autó, akkor oda nézünk, és tudjuk azonosítani, hát jön egy autó, ami nekünk nem nagyon jó, hogy jön. Utána azt csinálja, az a pillanatra a tudatos agyműködésünk belemegy a tudatalattiba, és a tudatalatti azt csinál egy olyan, hogy összehasonlítja ezt a szituációt, a korábbi az életünk folyamán meglévő más hasonló információkkal. Azt jelenti, ha valaki egy nagy városban él, ahol sok műrű ember lakik, a teljesen más az a tudatalatiba eltárolt dolog, mert sokkal több dologgal találkozott az életébe, ami, 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 neki fontos, mert összehasonlítást csinál, mi volt abból, és azt szerint hozza a tudatalatti a döntés a testünkbe. Szóval le, leállunk, akkor összehasonlítást csinál, hány kilométeres sebességgel megy, mit csinál, mikor érhetünk oda, és egy pillanatra összegrötést teremt a tudat alattival. Utána csinál egy jellemzést, ugye, a tudatos agyműködésünk, hogy hány kilométeres sebességgel, 80 kilométeres sebességgel, akkor utána, hogy előre kell mennünk, nyilván nem. Hátra kell mennünk, nyilván igen. És ahogy kimondtuk azt, hogy hátra kell lépni, abban a pillanatban a tudat alatti be van kapcsolva, a tudat alatti agyműködésünk, és a tudat alatti rögtön intézkedik. Intézkedik az, hogy hátra lépjünk, ugye, visszalépjünk, pontosan azért lépjünk hátra, hogy ugye elkerüljük a bajt, és a tudat alatti rögtön intézkedik. Ha nem gondolkodik a tudat alatti azon egyébként most, hogy melyik lábunkkal mekkorát lépjünk, az azonnal értesíti az embernek minden részét, izmait, idegrendszert, mindent, is, azonnal intézkedik. A tudat agyműködésünk az 30 szer gyorsabb, mint a tudatos. A tudatos agyműködésnél az a helyzet, hogy rettentő nagy energiát vesz fel. Olyan sok energiát vesz fel, hogy, hogy mint a nem tudom mennyi sportolnánk, rengeteg -e nagy energiát, ezért úgy hozta a, természet, ugye a tudat dolgozik inkább helyette, ugye mondtam, hogy 90%-ba, mert ilyen nincsen. A tudat alatti az egy, az egy adatbank. Abban bele lehet tenni dolgokat, és ki lehet venni dolgokat a tudatalattiból. Ott van elhatározódva millió egy dolog, ami a mi életünk folyamán, ami belekerült, és ugye mindig összehasonlítást tud csinálni. <kül> van egy olyan, hogy tudatalatti törvény. Ugye ez az én kép törvény. Mi az az én kép? Az az én kép, ugye, amit suroltam már az előbb, hogy az életünk folyamán bizonyos dolgok már lerakódtak a tudatalatinkban, és a én képünk az, amikor az, ami adat, ott van, ami a tudatalatinkban, az az én kép, ugye, mert az, 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 ami énünk, az, ami én képünk, mert már le van rakódva egy csomó dolog. Ezért van az, hogy aki autót vezet, ugye, nyilvánvaló, az, az a tudatalatit használja, egyszerre fékre kell lépni, gázra kell lépni, kormányozni kell, és akkor nem tudatos agyműködés, csak ezt nem bírná megcsinálni a testünkbe. Mindent elvégez a tudat alatt, egyszerre többféle dolgot a, a, testünkbe ilyen esetben. Mert ő képes rá, rendkívül 11 millió adat tud belekerülni egy pillanat alatt a tudat és abból csak 40-50 a tudatos agyműködésben. Akkor koncentráció törvény. Képzeljék el, hogy van egy ilyen gömbünk, vagy labdát képzeljen nekem, egy labdánk. Beleteszünk egy kis koncentrációt, mint egy pingpong nagyságú. Ugye az a koncentrációnk, ugye, amit beletettünk, és körülötte egyéb vagy működés van. De mi történik? Ami mindig örökké arra gondolunk, megállás nélkül az egy dologra, minden, amit mi el akarunk kérni az egy dologra, akkor az fog történni, hogy ez, a, amit beletettünk, ez mindig nagyobb és nagyobb lesz ezáltal, hogy mindig rá gondolunk, és egyszer csak persze pozitív információkkal, mert ha a negatív információt tettünk bele, az negatív információt fog kihozni utána, de a pozitív információt tettünk bele, az egyre növekszik, növekszik, még az egész területet be fogja teríteni, és ugye az a lesz ott, amit mi akarunk, az fog történni, az jön létre a, teljesít, a testünkben. Van a harmadik része, a helyettesítési törvény. Itt arról van szó, hogy a gondolatunkat le kell cserélni más gondolatra, mivel a tele van negatív, rossz gondolat, ami a rossz hatása van mi a testünkbe, testünket negatív irányba befolyásolja, lehúz minket, sikertenek leszünk, boldogtalanok leszünk, depressziósak leszünk ugye nekünk az a feladatunk, hogy ezt valahogy mi kiűssük innen, és kicseréljük a negatív gondolatokat, amiről beszéltem, pozitív gondolatokra. És ezt hogy tudjuk megcsinálni? Le kell cserélni. Hogy tudjuk lecserélni? Bizonyos mondókákat kell mondani. Azt kell mondani, benézek a tükörbe, és azt mondom, én szeretem magam. De nem úgy, hogy suttogva, hangosan, én szeretem magam. Az én szó az kell, mert a tudat alatt kinyitja. Én szeretem magam. Az is jó a magunkban mondjuk, de sokkal jobb, hogyha fennhangon mondjuk hangosan, hogy én szeretem magam. Persze én ezt nem így csinálom, mert teszek hozzá más szavat, ami sokkal jobban felerősíti a hatását, de nyilván arról nem beszélek itt. Sokkal jobban felerősíti a hatását, eszméletlen nagy mennyiséggel, amit én szoktam ilyenkor mondani, akik jönnek hozzám eladásra meg magamnak is, amikor csinálom a dolgokat, és egyszerűen az történik, hogy ha én szeretem magam, akkor megváltozik az én képem. Az történik, hogy teljesen más ember leszek, nyugodtabb, lazább, kiegyensúlyozottabb, és pozitív lesz a negatív fejed. Ezért változik meg az én képem, mert ami negatív van ott, ugye mondtam ott benne agyunkba, a agyunkba, az megváltozik, pozitív töltésűvé változik meg, mert belekerül a tudat alattinkba, és a tudat alatti eltárolja, és utána befolyásolja a dolgainkat. Ugye, hogy lehet az, ugye, hogy mindig beszélek róla, hogy egyes emberek, ugye nagyon gazdag emberek, és nem különösebben tehetségesebbek, mint mi vagyunk, ugye? Vagy önök, vagy bárki. Az az ember mindig arra gondol. Mindig arra gondol, vizualizálja ezt a dolgot, és akkor megváltozik. Ha mi azt csináljuk, hogy elképzelünk valamit, amit el akarunk érni. Tegyük fel, a testvérem most, a bátyám el akar érni azt, hogy csináljon egy saját broker céget a bátyám. Azt kell neki csinálnia a bátyámnak, hogy amikor lefekszik, meg napközben, elképzeli, mint, mint a egy filmet játszani magában ilyen félállomszerűen ezt a dolgot, hogy hogy fogja a tevékenységet csinálni. Hol lesz az irodája, kivel fog dolgozni, milyen fajta tevékenységet fog csinálni, hogy csináltatja meg. És ezt elképzeli, nem tudom, hogy nézi -e most a műsor, de nem, már nem volna baj a nézni, ezt elképzeli, és akkor az fog történni, hogy bevonzuk, ugye a tudat alatt a van a vonzástörvényjel tulajdonképpen, és akkor bevonzuk, ha ezt elképzeljük. Sőt, mit több, nem csak azt kell csinálni, le is kell írni rengetegszer, amit én akarok. Pontosan, nem csak, hogy nagyjából, Pontosan le is kell írni a dolgokat. És akkor tudunk változtatni. A Biblia mit mond? Azt mondja a Biblia, hogy akinek vannak adjanak, akinek nincs, attól vegyék el. Miért? Mert a gazdag ember az öröki arra gondol, hogy tud még nagyobb dolgot létrehozni, még pozitívat, még jobbat. Még a szegény ember pont az ellenkező mindig a lefelére gondol. A bajaira, a gondjaira, és akkor az lefelé húzza. A Szóval egy érdekes dolog ez tulajdonképpen. Szóval amikor csináljuk ezt a, a, szeretem magam, ezt szisztematikusan csináljuk, és mindig úgy kell mondani, hogy én szeretem magam. Én szeretem magam. Nem az anyósomat, hanem én szeretem magamat. Ez még a gyerekkorunkban összejött negatív dolgokat is befolyásolja, kiüti azokat a problémákat, negatív dolgokat, ami ott van. A tudat alatt egy pillanat alatt dönt. 5-6 másodperc előrébb tart, előrébb tart, mint mi. Az történik, hogy már említettem, hogyha valamit csinálni kell, akkor ő összehasonlít. Összehasonlítja azt, hogy mi csináltunk, csináltunk -e olyan dolgot az életünkben idáig, és azt próbálja összehozni, összegyúrni azt a dolgot, hogy az alapján jöjjenek ki a dolgok. Az agyunk egy automata működésben van egyébként, és ő önműködően csinálja ezeket a dolgokat. Ha elmegyünk mi például ruhát venni, akkor nehogy azt higgyék, hogy önök döntenek a ruhavásárlásnál, a tudatalatti. Ő megcsinálja, adja a parancsot, megcsinálja. A fogmosás, tudatalatti. Egyszer-kétszer megcsináltuk, a tudatalatti emlékszik rá, és már csinálja utána. Amikor szoktam én például szombaton bemegyek ha a rendelőben, el, el, tartok eladásokat, tanfolyamokat, ugye, akkor lesz ülni a számítógép bekapcsolom a számítógépet, megvettem előtte az újságot, és közben kajálok. Ezt mind a tudati, háromféle dolgot csinálok. Ezt a tudat alatti, megyünk lefelé a lépcsőn, és közben kajálunk, esetleg újságot olvasunk. Mit csinálja? A tudat alatti. Önműködően csinálja a dolgokat teljes mértékben. A tudatunkat csak egy fontos egy-egy dologra tud koncentrálni tulajdonképpen. tulajdonképpen a tudatos és a tudatalatti működés egymást támogatja a, a működésbe. Csináltak olyan kísérletet a négy éves kisgyerekeknél, hogy bementek a kisgyerekek egy szobába, és ott volt egy emberke, egy fiatal ember, és mondta nekik, figyeljetek ki, de gyerekek, ha itt van két májva cukor, ha én kimegyek most az ajtón, és majd visszajövök, amikor gondolom, akkor kaptok kettő cukrot. De ha ti csöngettek, hogy hamarabb jöjjek be, akkor csak egy cukrot kaptok. És a kísérlet nagyon érdekes volt, kb. a fele gyerek a csöngetett, a fele nem. De aki nem csöngetett, képzeljék el, utána csináltak vizsgálatot az embereken, sokkal ügyesebb emberek voltak, sokkal okosabbak emberek voltak, kitartóbbak, és sokkal többre vitték az életben. A turat a nem, most volt egy-két hete, amiről beszélek most, a lányom kért tőlem pénzt. Hát ez természetesen az apukájától kér pénzt. 5000 forintot akartam neki adni, azt mondta nekem, apa nem elég a 2000 forint. És egy érdekes dolog, amikor legközelebb, mit tudom, egy három nap múlva megint kért pénzt, vagy nem tudom mennyi idő múlva, Mondta neked, miért kell pénz, most adtam 5000 forintot. De nem adtam 5000 forintot, a tudat alatti messz fogta. Ez nagyon érdekes dolog. Egy másik kísérlet, amiről beszélek. Tudjuk, jön, jól, ha jön egy labda, aki felé, akkor a gyerek is jön. Ugye általában szalad utána, és ha a gyerek kiszalad, akkor bizony az autó elütheti, nyilvánvaló. És egyik fel jön arra egy hölgyecske, és ő számít arra, hogy a gyerek is jöjjön utána, mi történik? A tudatalati értesíti, a tudatos értesíti a tudatalatit, hogy erre számoljon, ez fog történni, és akkor automatikusan, hogy előkerült a gyerek, már rávetette magát, és elkapta a gyereket. Tehát, amit mi látunk egyébként, az 99%-ban memóriánkban jön, és 1%-ban csak az érzékszerveink. Az agyunk képes meghamisítani dolgokat láttam szintén egy ilyen nagyon érdekes kísérletet, hogy előhoztak két emberkét, hát olyan átlagos emberek voltak, elnézést. Nem hasonlítottak egymásra, de a pólójuk mondjuk egyforma volt, de a többi ruhájuk nem. És az ember kezedik oda ment egy téren valakihez, egy papírral a kezébe, és mondta azt, hogy Kérdezte, hogy hol van, mit van valamelyik bank. Mint az elkérte, el, ha áthozé, hozé, mindent mondott össze, vissza, és közben arra mentek, ugye a része az volt, hogy egy nagy képet vittek volna, és ugye a képnek a másik oldalán, ahogy vitték, volt egy másik emberke. Az, azon az oldalon, ahol akivel beszéltek, az nem látta, és az az emberke, aki ott volt mögötte, egy pillanat alatt előre lépett, a másikben mögément. És egy másik ember került oda. De az emberek fele nem vette észre, mert az agyunk képes volt megmásítani a dolgunkat, mint ahogy van. Ugye mondtam már, hogy 11 millió információt tud egyszerre befogadni, és csak csak 40 van. Ugye a szerelem is itt van, ott is a tudat alatti működik, ott függőségek vannak, ha nem találkozunk a szerelmünkkel, hogy hiányzik nekünk, ugye nyilvánvaló, és hatalmas függőséget tud okozni. A pilóták, ugye most nagyon jó már, hogy a pilótáknak már ugye van ilyen szimultánuk, ugye? És azért ők meg tudják tapasztalni, mert beleépítik abban, mik történhetnek bajok, meg tudják tapasztalni, mik jöhetnek, és amikor jön a dolog, akkor tudatalattiból a pilóta előveszi, nem tudatosan, automatikusan, előveszi, és akkor úgy irányítja, a dolgokat, ahogy kell. Ez egy nagyon jó dolog, a, ez a dolog. A, itt van a cica kérdés például. Néztem filmet a televízióba, Hát, megoldom őszintén, sajnos a párom az 600 millió macskát tart fönt, és az a bizonyos hócipőm az tele van ezekkel a dolgokkal, de nagyon. A macska kérdéssel. Már volt, hogy megsebesített, meg komolyan, meg nem tudom mik voltak, orvoshoz jártam, Orbáncot kaptam, legkülönbözőbb dolgok voltak. Ebből a dologból kifolyólag mindegy, néztem egy filmet, és abból az volt, hogy a cicák, akiknek az anyjuk nem mutatja meg, hogy kell ráugorni az egére vagy a patkányra, és hogy meg kell ölni, akkor az a cica, akinek nem mutatta meg az anyja, nem öli meg. Elkapja az állatot, és reflexzerűen elkapja, de az állat összevissza a ide-oda, és nem öli meg. Mert láttam ilyet az egyik macskámnál, ugye? Láttam ott rohangát, mint, mint póka falon az egér, végig jött a kutyám, és az, 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 oldotta meg a problémát ebből a szempontból, mert a cicának a tudat alattiában nem került bele az az információ. Nem tudta onnan levenni ezt a dolgot, hogy mit kell neki, mit kell neki me megtenni. Ez a nagyon érdekes dolgok, még egy érdekes dolgot elmesélek. Csináltak olyan kísérletet, hogy megvizsgálták az agyat. Egy ember ugyanazt a bort kapta kétszer, berakták, itt ivott belőle, és utána berakták az emberibe. És azt mondták egyszer, a, azt mondták egyszer hogy ez a bor 99 dollárba került. Utána még azt mondták a másik alkalom, ugyanarra a bor, hogy 10 dollára. És tudtak agyi dolgokat különböztetni a vizsgálatnál, hogy a 99 dolláros sokkal szimpatikusabb volt neki, meg jobban izlet neki, mint a 10 dolláros, pedig ugyanaz volt tulajdonképpen. Még amikről lesz szó az eladáson, a gondolatunkról, hogy hogy tudjuk a gondolatunkkal befolyásolni az embereket, hogy tudunk a szavakkal befolyásolni embereket, szó lesz az imákról, a Bibliáról, még pedig arról, hogy tudjuk jól, hogy a Biblia az egy spirituális gyűjtemény. És abba leírt imák, meg egyéb dolgok, teljes mértékben spirituális szöveg, és azoknak a szavak úgy lettek összeállítva, hogy hatalmas erejük van a szavaknak. És erről is lesz szó, és én ezt bele is szoktam venni ezekbe a mondókákba, ezeket a különböző szavakat, ugye mondtam, hogy én szeretem magam, ugye mondani kell, én szeretem az anyósomat, ezt nem kell mondani, én szeretem magam, de fennhangon, és közben tükörben nézem magam, még az rá segít, ha egy csinálom, és a tudat belemegy. De még ha utána mondok két másik szót, még erősebb lesz. Sokkal, milliószor, még többször sem. Ezért mondom, hogy itt a spirituális életem ugye nagyon jelentősen befolyásolja a motivációs dolgokat. Meg ugye, hogy a motivációs eladásnál kezelést is adok, ne, sőt, hát gyógyító folyadékot is csinálok, és még van meditáció is ebbe a dologba. Szennyit akartam ez, erről a dologról beszélni, mondtam, hogy minden második szerdában, most szerdán lesz pár gombot fagyinak hazára ára tulajdonképpen. Most azt hiszem, hogy Többet ezekről a dolgokról nem, akartam, nem akarok beszélni, befejeztem itt ezt a meditációval kapcsolatot, nem a motivációval kapcsolatos dolgokat, ha van benne meditáció is, nyilvánvaló. Ugye most akarok foglalkozni egyéb dolgokkal, ugye a kezelésekkel, meg hogy minthogy lehet segíteni. Ugye már mondtam már, hogy a legfontosabb az, hogy a testből a stresszt kivegyük, mert azt csinál minden bajt. Sokat szor mondom. Azáltal, hogy a stressz kiveszem. Az immunrendszer lényeg, mit lényegesen, az 5-10% helyett 4 osan vagy 1000%-osan kezd dolgozni. Az egész test meleg lesz, forró lesz, a vérkeringés hatalmas lesz a testbe, Mert ezt azt csinálja az immunrendszer akkor, hogy amit addig nem csinált, meg igyekszik behozni. És ugye mondtam, ha a stresszt nem visszük ki, akkor, akkor nem csináltunk semmit sem. Ugye az a lényeg, hogy ok és okozat. Ugye ez már időszámítás előtt, ugye 350-ben előkerült ez a dolog, ugye ok és okozat. Ha az okot nem szüntetjük meg, akkor miről beszélünk? Akkor hogy tudunk segíteni az emberen? Csak az okozattal kezdjük, az olyan, mint, hogy a háznak nem menne alapja, nincs beton alapja, hanem valamire ráteszik, hogy a háztetővel kezdik csinálni a házat. De tudom jól, hogy ez a dolog, amit én képviselek, hogy ok és okozat, ez, ez, nem általános, sőt, egyáltalán nem általános. Mert mindig precíz ember voltam, én bakjegyű vagyok, és mindig precíz ember voltam, és mindig azt akarom, hogy precízen legyenek a dolgok megoldva. És meg is vannak, mert az okkal kezdem, ugye, hogy a stresszt kiveszem a testből, utána meg egyéb dolgok történnek, ugye, az érrendszer, meg minden. Az érrendszer, ugye a az 55-60 a érrendszeri problémákba hal meg, és rendkívül jól tudok segíteni az érendszeren. Nem tudják, hogy emberek lábát lehet megmenteni. Most is egy ismerősöm, háromszor négyszer meg, megkezeltem ugye a koszorúreket meg a szívét. Lehet, hogy talán néz is a, a felesége, vagy az úr, nem tudom a televíziót. Ugye nem mondtam, hogy nézzék. Megkezeltem háromszor négyszer, rettentő nehezen kapta a levegőt. Nagyon rosszul volt minden ugye mert a koszoverek el voltak tömődve, már valamilyen szinten, és ugye megkerültem és elment vissza katéterre, és mosolygós arccal jött, hogy semmit nem találtak. Csak azt nem értem az emberekbe, és hogy sem mondhatom azt, hogy száz százalékban tudok segíteni, ilyet nem mondhatok, de tényleg nagyon nagy mértékben. Tényleg érdemes megpróbálni. Ha nem próbáljuk meg, akkor buták vagyunk. Nagyon buták vagyunk. Miért kell kínlódni azért, hogy meghaljunk? A temetés mennyibe kerül könyörgőn, meg a családnak mennyibe van, ha meghalunk? És kínok kínja között halunk meg? Muszáj meghalni? Nagyon nagy esély van rá, hogy nem. Azt nem mondom, hogy teljes mértékben, de nagyon nagy... Miért nem próbáljuk meg? Nem egy ismerősöm van. Három múlva vágták volna a lábát, ezt nem kellett levágni. Hányak jár hozzám, hogy el volt mesesedve, volt idő, amikor hoztam is be a felvételt ide, és fölrakadtam minden a két nyakkítő és akkor visszament, és akkor semmit nem találtak. De nem, ahhoz képest higgyék el nekem, hogy milyen mértékű segítség lehetséges, ahhoz képest alig jönnek ilyen szempontból, inkább meghalnak. Ne, ő nem megy el, mert spiritista, könyörgöm. Az is egy spiritizmus, hogy ezek a vallási keresztény dolgok, hogy én mondtam, a Biblia is, hát az Jézus gyógyított, minden csinált, az imák mind spirituális szövegek, akkor miről beszélünk? Mi történik a templomba? Az történik a templomba, hogy olyan jellegű szöveg megy folyamatosan az agyunkba, a turat aminek nagy ereje van. És ezáltal, hogy, hogy mondjuk az imát hangosan, mondjuk az imát, nem véletlenül hangosan, mert nyilván tudják, miért kell hangosan mondani, és beleíródik a tudatalatinkba. Kilök onnan más információt, kilök. Ugye, amiről beszéltem, hogy csere, ugye, amiről beszéltem. És ha folyamatosan mondjuk, akkor t -t -t helyet cserélnek. És csak az kerül bele, amit az ima ad nekünk, bele, beletörődik, belemegy folyamatosan, és kinyom más dolgokat, és állandóan csak az imának az értéke van benne. Hát most ez jó vagy nem jó, nem tudom, de olyan szempontból biztos jó, hogy az embereket sok mindenről visszatartja, sok minden dologból. Sajnos a, kont a konstanti zsinatból 1200-as években a püspökök kivették az újraszületést. És akkor betették a helyére ugye a poklot meg a mennyországot. A mennyországban nagyon kevés ember megy, ugye pokol, és akkor, akkor ki akar pokolba menni, akkor meghal, és itt marad a szelleme körülöttünk. Senki nem akar pokolra menni. És ugye halljuk örökké az imába, mondjuk a templomba, mi ki, vagy a mennyekben, Nagyon nagy ereje van ennek az, az imának is egyébként. Vagy üdvözle egy Mária, vagy vagy ilyesmi, vagy köszönünk, majd az előadásom fogok róla beszélni a köszönésnél. Dicsértessék a Jézus Krisztus. El nem képzelik, mekkora ereje van. El nem. Ugye nagyon értek ezekhez a szavak erejéhez, meg a gondolatnak az átviteléhez. Nagyon értek. És ezért tudom nagyon jól a motivációs eladásban ezeket dolgokat elmondani, mert jobban fel tudják használni a saját célukra. Lesz majd ősszel egész napos és szombati nap folyamán, októberbe, ott még jobban belemegyek ezekbe a dolgokba, még több minden, mert több idő van rá, hogy mit, hogy lehet programozást is rátenni arra a dologra, hogy az információ, amit létrehozunk saját magunk érdekébe, ilyen nappal menjen folyamatosan. Egy nagyon, nagyon érdekes dolgok, és nagyon szerettem ezek a dolgokat, hogy emberekbe meg tudjuk mondani, mit tegyen, hogy tegyen, mit csináljon, mire figyeljen, mivel lesz neki jobb, a, a, a mit mond, ugye, min lehet változtatni, mindenen. Azt mondom, hogy én boldog akarok lenni, én szeretem az anyósomat, vagy én meg tudom csinálni. És ezt mondom milliószor, akkor beíródik. De leírom is milliószor, az még jobban segít. Ha meg Elképzelem, még jobban segít, ugye? Ezeket mind. És persze megvannak hozzá szövegek, és én megmondom nekik, hogy hogy kell másképp mondani a szöveget, mint máshol szokás. Hogy eredményesebb, hogy, nagy, hogy van a nagyobb ereje. Van egy szavam, így kell nem lehet mérni a erejét, akkora. A Isten, meg a Jézus, ezeknek hatalmas millió fölötti ereje van. Az esszerű szól az előadásnál, ezekről a dolgokról. De van egy szó, akkora ereje van, hogy ezt meg tudom mérni a másikat, de azok nem lehet megmérni. És azt hozzátesszük el. ez a szöveget képzeljék, hogy mekkora hatása van a testünkre ezek a dolgokban. Mindegy, nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, ugye? Ugye sok embert várok, ugye pár gombot fagyja zára, a jövő most szerdán lesz, és ugye minden második héten, és utána lesz majd ugye teljes napos is ott még jobban mélyen bele tudok menni ilyen dolgokba, még több, mint, több mindent át tudok adni, hogy hogy lehessen változhatni magunkon, hogy lehetünk boldogabbak, hogy lehetünk gazdagabbak anyagilag. Hogy tudjuk megfordítani a sorsunkat? Meg lehet. A vonzás törvényében meg lehet csinálni. Hogy lehet megfordítani a dolgokat a testünkben? Higgyék el nekem!